Komolyabb ellenállás nélkül szavazták meg a parlament összevont plenáris ülésén a 2016-os állami és társadalombiztosítási költségvetés törvényét. A kormány tervezetét minden nagyobb parlamenti párt támogatta. A szokatlanul széleskörű támogatást élvező dokumentumot 309 honatja szavazta meg, ellene mindössze 13 voksot számláltak. A pozitív szavazatok dacára azonban szinte minden politikai formáció bírálatokat is megfogalmazott, például azt kifogásolták, hogy a számokban nem jelennek meg kellő mértékben a beruházások. A bírálatokra Dácsán Csolos miniszterelnök válaszolt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a költségvetés néhány hét alatt készült el a kormány beiktatása után, és tiszteletben tartott egy sor döntést, amelyeket ez a parlament legitim módon meghozott, és amelyek ebben a költségvetésben tükröződnek. Másképpen biztosan másként nézett volna ki a költségvetés, és bízom abban, hogy alkalmunk nyílik egy olyan 2017-es költségvetés előkészítésére, amely a mostani kormány elképzelését tükrözi arról, ahogy Románia kilátásait és fejlesztését elképzeli. A költségvetést az RMDS is megszavazta, bár hasonlóan a többi parlamenti párthoz voltak bíráló észrevételei. Külön figyelmeztettek arra, hogy elégtelen az észak-erdélyi autópályára szánt összeg. Van egy jelentős összeg előhiányozva az észak-erdélyi autópályának, azonban úgy gondoljuk, hogy ez nem elég. Lehetett volna ez sokkal több. Abban is, annak is tudatában vagyunk, hogy nem elég előirányozni a pénzeket, azokat el is kell költeni. Nagy mértékben függ azoktól a cégektől, akik megkötték a kiviteli szerződéseket, hogy az év végén, 2016-os év végén hány kilométer autópálya épül meg. Minden hiányosság a dacára azonban a költségvetés megszavazható volt, értékelte Erdei Dolocki István, a Képviselőház pénzügyi bizottságának RMDSZ-es tagja, aki úgy fogalmazott, biztosítja az állami intézmények zavartalan működését, kiszámítható, tartalmazza a fizetésemeléseket és az adócsökkentéseket, ezzel megteremtve a költségvetési stabilitást.